Thank you.
Thank you.
100 millió forint között, nem? És mivel nem az enyém, ezért néhány dolgot nem tehetek meg most itt. Finoman fogalmazva. Mert különben a zongora rendőrség az ott áll lent, és figyel engem, és hogyha bármi rosszat csinálna, akkor azonnal örömmel lerángatnak a színpadról, és betesznek a zongoristák börtönébe. Ami valamiért csak Magyarországon intézmény, nem tudom. Nincs zongoristák börtön. De amit próbálok mondani, hogy például nem rúgtoshatom a zongorát, épp ezért szerencsére itt van velem a lábdobom, ami ezt jól kiváltja. Még van egy pár dolog, amit ugye itt nem csináltok meg, és ezt az otthoni stúdiómban felvettem, de meg tudom ígérni, hogy minden, amit hallani fogtok, az csak zongora hang, vagy zongorából származó hang. 100% nyers, tiszta, organikus, szerintem gluténmentes is. A vegánt azt már nem garantálom, zongora hangon. Úgyhogy mielőtt eljátszom ezt a számot, előtte mi lenne, hogyha egy játékban involválnának benneteket, mert van egy rövid ilyen frázis, ami ismétlődik folyamatosan, és ami így szól, hogy... És hogyha... vannak emberek, akik már voltak. És hogyha ezt halljátok, akkor kettő darabot, hogyha tudnátok tapsolni utána. Nem olyan bonyolultnak hangzik, csak én vagyok hozzá. Nem tudom jobban elmagyarázni, próbáljuk ki, hát ha sikerül. Tehát két taps. De most bebizonyosodott rossz van. Tehát meg kell várni a végét. És utána a két taps. Nem közben. Próbáljuk még egyszer. Nem. Most elfelejtjük, hogy mi történt az elmúlt egy percben. Ez az első próbálkozó. 70%. Nem rossz. Bár lehet, hogy itt az akusztika is közre játszik, mert egy ilyen nagy visszhangot hallok, de azért a biztonság kedvéért még egyszer próbáljuk. Jó, 21%, maradjunk, oké, többen nem lesz. Egyébként teljesen vállalható, mert máskor meg ilyen 2-3 órán megy a kolom, és annak sincs értelme, mert mindenki megunja azt hazamegy. Nem ma. Úgyhogy, ha ezt halljátok, akkor tapsoljatok együtt a zenével, úgyhogy Deep Awesome Piano. Thank you.
Thank you.